Ebéd után irány a Dunabogdányi gyerekorvosi rendelő, ahol már várja őket az orvosnő. Megyünk be a doktornénihez, jó szívem? Mennyit hízott a szülés óta, születés óta? A gyors felszámolás, abban nem vagyok jó. Most 3600. Ugye 3100? 3180 volt, úgyhogy fél kiló. Fél kiló. A doktornő alaposan megvizsgálja Vitát. A tüdejét, kitapintja a verőereit, mindent megnéz, amit ilyenkor kell. Igen. Gyönyörű lett a köldöke. Igen. Nagyon szép. Szájpadot nézzük. Hát ilyenkor már nyilván az, hogy a nyálkától esetleg van-e valami kis gombás felrakódás, ugye szájfenék. Kutatja rendben van. Gyönyörű. Megnézzük a csípőt. Csípő ficam előfordulása a lányoknál többszöröse, ötször, hatszöröse a fiúkéhoz képest. Nyilván ezek az örökletes faktorok, de hát a környezeti faktorok szintén szerepet játszanak. Nézzük ugye a combredőket, ami gyönyörű, szabályos. Mozgástartomány teljesen rendben van. Itt egy picit hasra is fogjuk tenni, de most már nagyon sajnálok szegényem. Ne haragudj, ne haragudj. Még így is, hogy nézzelek meg. Tökéletesen szimmetrikus, nagyon csinos. Gyere, megnézzünk még egy-két reflexet, és készen vagyunk. Kérek egy fogó reflexet. Jó. Most már minden. Most megnyugodtunk. Igen. Igen.